Jó estét kívánok! Még véletlenül se szeretném, ha a szokásos reggeli ébresztőim után ma este álomba ringatnám önöket. Éppen ellenkezőleg, alig egy órányi kiemelt figyelmet szeretnék kérni azoktól a nézőinktől, akik az öncélú bájcsevelyek helyett az élesre faragott kérdéseket és viszont válaszokat részesítik előnyben. Szakmai magányomat azonban most két első osztályú kérdezőtársal szeretném feloldani. Azt mondja, a nőknek szükségük van példaképekre, de nem csak egy alkalomra, hanem egy egész életre. Sőt, szerinte a léleknek is kellenek az ünnepek, amikor a szerelmesek nem egymáshoz csüngenek. Ő tehát nem egy insta nimfa, hanem maga a szikra, Hevesi Kriszta. Egyszer csak váratlanul megszépült, és ebből egy jókora karrier épült. Tárgyakarokkal várta őt Itália, ám később kiderült, hogy a fényképezés is terápia. De mielőtt még tovább fújnánk ezt a lufit, már meg is jött maga az érintett, Marjai Judit. Nos, még mielőtt belevágunk, hadd osszak meg önökkel egy közérdekű közleményt. A következő 50 percben csak egyszer engedjük el önöket egy pislantásnyi szünetre. Ha ennek a bejelentésnek az összes kockázatát felmérték, akkor óra indul. Kezdünk! Bíztak, és a remény nem is hagyta el őket. Tudták, hogy a végén csak a hitük győzhet. Folyamatosan egymásért küzdenek, lett is ebből két szép gyerek. Most eddig hallgattunk, de most már ideje szólni, hogy itt van velünk Debreceni Zita és Gianni Andoni. Zita és Gianni, sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Na, hogy vagytok, fiatalok? Imádlak benneteket, külön-külön is, meg együtt is. Ha jól tudom, akkor most gyakorlatilag elraboltuk az én időtöket, ugye? Tehát egyébként lenne időtök egymásra a mindennapokban, most meg itt kell lennetek egy forgatásra, vagy tévedek? Jól értettem, fiatalokat mondok? Azért kedveljük. Durva, nem? Szerintem nem hozzánk beszél. Szerintem... Ez a fontos. Meg hát melyik nap? Mert én azt hallottam, hogy ők szerdánként szoktak. Nem, nektek konkrétan napra pontosan meg van határozva, hogy melyik a randi napotok? Nem. Nem. Pedig ezt olvasom. Nem. Szerda be volt írva, ez így kezdődik. A gyereknek utána a gyerek köhög, nincsen babysitter, nem tudjuk megoldani, és létek ezzel jönnek a napok, és nem tudod pontosan betartani. A gyerekek felülírnak mindent, és meg jó is velük lenni, az az igazság. Szóval mondhatjuk, de ezt nagyon akartuk. Na, ilyenkor szokták azt mondani, hogy megszületik a gyerek, és mint egy ilyen élő fogamzásgátló befekszik a szülők közé a következő 16 évre. De ez most véletlenül alakult így. Mert persze, mindig véletlenül. De tényleg. A Gianfi elkezdett kicsit betegesebb lenni november környékén. És ugye, hogy szerettük volna picit megóvni tőle, ezért a gyerek szobából, a két gyerek ugye nyilván együtt aludt, a nagy beköltözött közénk, mert lett egy tüszös mandulagyulladás, és a pici elne kapja még, mert a kötelező oltások még nem ott tartanak minden. Ezért beköltözött közénk. És marad. Igen, és marad. És ez nagyon tetszett neki ez a dolog. Úgyhogy most... Van tervünk ezen, azért most próbálunk tervezni. Hát, hogy ne szobában is találkozni, a gyerek meg hadd aludjon benne. Nem, de nem. Pikás a fantáziád. Én mindig azt mondom, hogy sokkal jobban neveltem a gyereket addig, amíg nem volt. Mind annyian, nem? Minden gyerek tökéletes. Változatlan. Mindig tudtad, hogy a másikéval mit kellene csinálni. Igen. És most igaz, megszületett, és hogy közöttünk nem fog aludni, soha. Ez szabály. December, november óta van, és most... Tehát, hogy... Most 3 hónapja oda költözött, igen. És egyébként tök jó, tehát lerúgja a vesénket, szétrúgja az agyunkat reggelre, nyilván. Tehát megüt. Másnap már neked is lehet menni a házi orvoshoz, igen. Nem? De valahogy mégis, tudod, úgy... Eddig mindig átrohantam a másik szobába, kitakarózott, ha nem tudom, mit csinál, tudod, és betakargattam. Most csak így átnyúlsz. Igen, és most ott van, és érzem, hogy ki van a derekará, húzogatom a pulcsit, vagy mi a pizsamát, betakargatom. Tehát, hogy nyilván ennek, azért szeretjük ezt az időszakot is. Nyilván... Azért, te 18 évesen már nem köztetek fog aludni, nem? Azt akartam pont mondani. Tehát, ezt most de közöttünk fog. Akkor, hát nagyon szép. Ezt mondjuk lányos anyaként jobban megérteném. Így a fiúkkal azért most... Nem leszek ott. Igen. De ezt teljesen... És a barátai is.
főleg a barátait. De nem, ez egyébként teljesen természetes. Én emlékszem, amikor kicsi volt a fiam, most már ő is 20 éves, meg 24 a lányom is, de olyan isteni babaszaga volt, amit gondolom ti is éreztek, és mentem utána, bementem a szobájába is, és a férjem hívott, hogy menjek át, és így éreztem ezt a vonzerőt, azt a babaszagot, és inkább gyorsan elaludtam, azt játszottam, hogy elalszom, mert nem volt kedvem, hisz az ember még védeni akarja ezt a babát. Azért ez szerintem előbb-utóbb természetesen nem lesz olyan isteni babaszaga. Minden este bemegyünk a kicsihez, mai napig. Ugye a nagy az ott van nálunk, tehát őt egész éjszaka látjuk, de a picihez is minden este bemegyünk, ott van, jó. Ha nem sokan megérkezik. Olyan jó érzés az őket nézni. Igen. Igen. Én úgy hívom mindig, amikor rájuk nézünk, hogy isteni áldás, nekem nem, nincsen pillanat arra, hogy így ne nevezzem őket, és ezt az időszakot akarjuk megélni önzően, ha így lehet mondani. És nem jön vissza. Erről van szó. Szóval innentől kezdve mi vagyunk egymással, és tudjuk. Tudjuk azt, hogy jön két gyerek, egy gyerek, két gyerek, és tudjuk azt, hogy egymás között is meg kell találni a hangot, meg a megoldó képességünk sokkal nagyobb kerül legyen, de én nem fogom visszatekerni semmiféleképpen azt az időt, ahol szinglik voltunk, mert ez a gyerek, ez most teljes, ez valamilyen, akinek, hála Istennek szerencsés, amilyen mi voltunk és mi vagyunk, ezt meg kell, hogy éljük teljes szívből. Ez nekünk adni fog egyfajta plusz energiát a jövőre szerintem. El kellett engednetek valamit? Külön-külön is voltatok kerekegészek, volt karrierjetek, te azért üzletember voltál, modellkedtél, fölépítetted a fotós karrieredet. Egy gyerek érkezése sok mindent átír ugye az ember életében természetesen. Volt olyan, amit nehezen engedtetek el, mert számított nektek a mindennapokban annyira fontos volt, de mégis meg kellett hozni a döntést? A legnagyobb áldozatot én azt gondolom, hogy az Ita tette magával, sokszor így látszik az, hogy mit akar, és érezhető az üzenet is, amit küld felém. De csak azért, mert szerintem a természet úgy akarja, hogy inkább anyásabbak létszik. A gyerekek pláne az első időszakban, nyitjuk, ez az anya energiából élnek sűrű és hosszú ideig. Ezt apa lehet, hogy boldog, de pedig boldog, hogy vagy egyensúly a családban, de van az, ami magadból veszed el, nem csak a munkától, szerintem a mindennapokból egy picit kevesebbet van időd arra, hogy magadra figyelj. Ez akaraton is jön, és innentől kezdve ezt az időt kell előbb visszahozni, hogy a nő nőnek érezhesse magát, és a férfi férfinek olyan minden szempontból. De ez egy folyamat, ezt nem lehet rárohanni méreggel, vagy éppen nem vagy megelégedve az, amit van. Mindig azt gondolom, hogy nagyon fontos tudni, hogy minden rendben van. És innétől kezdve ezzel a szóval megtalálni azt a boldogságot, ami utána tovább visz, következő lépésre, hogy a mi időnket egy picit vissza fogjuk hozni. Nem igaz az a mondat, és ez legalább velünk így van, hogy majd ő jön, és ő fog adaptálni magát a mi életünkhez. Uh-huh. Nagy fenét van így, szóval. Meg az igaz, hogy te látod... Gyerek neveli szülővé a szülőt egyébként. Grácie, és még mindig nagyon van, tanuljuk, hogy milyen szülőnek lenni. Igen, és ez szerintem ez így jó, rendben van, és én azt gondolom, hogy húzódjunk befelé, ez a mi családunk, a család így alakul, és ezen kell dolgoznunk, nem az, hogy mi van kint. Mert az kinti példákkal haza ne hozzatok soha. Ez nagyon nagy fontos. Család vagytok? Tehát úgy mondom, neked sok testvéred van? Nem, egy. De nagy család vagyunk, szóval jó, bő vagyunk. És ott az igazság, a káosz uralkodik, ami az Ita például nem szeret. Szóval ezt is kellett alakulni. Ő nem szereti a hangoskodást, nálunk hangoskodás, szóval nincsen az, hogy innétől oda megyek és megmondom, nem, kikiabálom magam, és utána mellett egy másik kiabálás megy. Teraszról teraszra. De van ez a, és ő például ezt nem szereti. Nem szereti azt, hogy amikor én úgy beszélek a gyerekekkel, hogy hangosabban, mert ő is hangoskodik, és akkor innétől kezdve jön ez az átbillenés, de ezek kulturális különbségeket, ezt nem lehet annyira megszokod, vagy megszokod. Hogy mit tanultatok magatokról, és főleg most az Itához fordulnék, ugye, hát most nagyon fiúsítva lettél, de te pláne egy fiús csajnak mondtad mindig is magadat, akkor az anyaság mit hozott ki belőled a nőies oldaladból? Nagyon érdekes, nekem két bátyám van, és ilyen 8 és 10 éve idősebbek, és amikor nekem így nyilván volt a fejemben, hogy ha majd egyszer gyerekem lesz, akkor én nem is tudnám elképzelni, hogy nekem kislányom legyen. Tehát amikor emlékszem, hogy terhes lettem, én tudtam, hogy nekem fiam lesz, mert mondta, hogy te is mondd, nincs bennem az a nagyon finomság, az a nőiesség, mert én fiúsítva lennem. Én ezt nem mondtam, te ezt mondod magadról. Akkor én ezt mondom magamról, de hogy én inkább így fiúsítva vagyok.
És amikor másodjára is tejerbe estem, akkor is tudtam, hogy fiam lesz. Tehát, hogy én nagyon nehezen tudnék tütüben járni egy kislánya, vagy ilyen rózsaszín dolgokat vásárolni, vagy nem tudom. És nem tudom, hogy mit váltott ki belőlem az anyaság ilyen nőiesség terén, de szerintem nem változtam. Semmi? Változtam? De rengeteget. Finomodott valami olyan. Na, ezt most beszéljétek meg. Nem, mert hogy a prioritása fiú... megváltozott. Hát az más, oké, de hogy a gyermekek az elsők, de az nem a nő, tehát hogy az nem az van, hogy én lettem esetleg nőiesebb. Hogy voltálsz órákat a konyhában? Persze. Persze. Jó, én úgy kérdezem, hogy nekem van. Hogyha erre gondolunk, igen. Meglátogatom, hogy de jó konyhánk van, de hogy persze, egyébként meg a rendszeresség, nem a főzőcskézést hozta elő belőle. Persze, nekem persze. Igen, tehát főzőcskézés, a sütés, a gyerekek ruháit állandóan rendbe tenni, a mindent, ráadásul szerintem egy kicsit itt már úgy valami el is kattant, mert hogy én állandóan pakolok, állandóan rendbe kell lenni, mindig rendbe teszem a gyerekek játékát, nem szeretek nagyon úgy lefeküdni, bár mondjuk mostában talán most már elengedtem egy picit azért, ezt a dolgot. Addig nem fekszel le, ameddig minden diszpánát meg nem igazítottál, ezt egyik kliens sem mondta, tehát hogy onnan vesz észre, hogy igen, hogy addig nem megy, nem fekszik le, ameddig igen. Minden diszpána nem pont úgy áll. Igen. Úgyhogy csak azért mondom, hogy az ott az sülöttyámokat, nem tudom. Nem. Most csak nevelő is. Én nagyon, nagyon. Te dob be a kosárba. Ha van egy összejövetel nálunk, vagy mindig csinálunk valamit, hogy a gyerekek, a baráti társaságban a gyerekek együtt legyenek, ja. Akkor én nem ülök. Tehát, hogy nálam nincs az, hogy jó, akkor üljünk le, és akkor iszogassunk, vagy beszélgessünk, hanem én megyek, oda teszi a tányért, elveszem, onnan veszem el, gyerekek szétpakolják a játékokat, amíg a gyerekek kimennek az udvarra, én rendet eszem a játékokat. Én nagyon szeretek. Én vettem észre rólad, ami nagy... Az itt a nem szeret ölelgetni, szóval az itt egy olyan típusú... De soha nem szerettem. Soha nem szeret. Ő ilyen, ő egy picit ilyen távoltartó, meg ilyen, nem ad mindenkinek. A gyerekek érkezésével kijött egy olyan fajta látszik a személy, látszik az anyaság, látszik a kedvesség belőle, nagyon kisugázik minden egyesből, és gyönyörű, mert az anyaság, amit ad, amit a nők lehet, hogy nem akarják észrevenni, és hiába mondom, folyamatosan gyönyörűek. Mert van azon kívül, hogy és ez így igaz, szóval csak az a baj, hogy nem akarja sokszor magáról elhinni, még mindig. Ez csak a gyerekekre vonatkozik, vagy téged is többet ölelget? Tehát, hogy a gyerekek fele jó. Nem, hát azért... Jó, mert megérint legalább. Jó, nem akarom, bocsánat, nem tudom, vizsgáskodás. Egyébként én is, amikor kicsik voltak a gyerekek, én is sokat ölelgettem őket, csak amikor a babaszag elmúlt, akkor már ugye nem rohanok a 20 éves fiam után, de ez a férjem fele nem... Hát nekünk ez neki szeretlek. Nagyon nagy változás, ez benne nagyon nagy, ezt ismeri kell egy kicsit az itát arra, hogy megérteni azt, hogy mit hozott benne a két gyerek, és az érzéke, azon kívül mindig volt neki ez a fajta odafigyelés, nagyon erősen odafigyelés, de gondoskodás benne volt, meg az önzetlenség mindig nagyon erősen benne van, de ezt láttam, hogy ő vágyik az öleléshez, vágyik a gyerekekhez. És hát ez ugye mégis is a te gyereked, tehát olyan, mintha már téged ölel. Nem mindenki ölelésére. Azt tudtam mondani, ez nekem így is jó. Na és az olaszoknál ez is annyira nehéz volt, hogy elmentünk egy ilyen nagyobb rendezvényre, és rengeteg olasz ember volt ott bent, és így már mindent levezettem, és a Gianni elindult, és mindenkit megölelt, mondom, Istenem, ebből baj lesz. Ebből lesz. Neked is ölelni kell. De nincs úgy bajom, tehát személyiség, csak bennem van egy ilyen. Nem mindenkit akarsz végignyomolni az egész családból. Hát ez egy szféra, nem is a család, nem, mert a család, meg hát nyilván akivel így oda, hogy 40 fő a család. Szevasztok. Igen, van olyan, hogy bemegyünk egy nagyobb társaságba, mondjuk... Igen, nem ismerek így, mondjuk a felét nem tudom, hogy kicsoda, akkor így megállok, és sziasztok! Hát ezt én teljesen megértem. De önnek megy, tehát hogy ő meg, hát nem, és amikor elbúcsúzunk, mindenkit, az összes 40 embert végigpusztítja, és ott mindig szólok, Csáni, kérlek, ne köszönjem mindenkit, mert engem hozom kellemetlen helyzetbe. De nem, és ő elindul, és akkor jövök én is, jó, oké, sziasztok! Az igaz, próbál, így, nekem is így meg kellett szoknom így köszönni mindenkit. Már nem is köszönhetek úgy, mint régen, mert rám néz, hogy menjünk, légy szíves, tegyük a dolgaikat. De az egymás irányába is alakultak, tehát azt néztem pont, hogy
hogy figyeltem előbb, hogy magyaráztál, ugye az olaszok nonverbális kommunikációja az híres, és azt néztem, hogy Zita is, hogy megszólalt, azért ő is magyarázott. Erre van az a mondás, ugye, hogyha egy olasznak lefogod a kezét, csöndbe marad hirtelen, mert annyira zavarba jön, de hogy azért egymás felé is csiszolódtok. Ami a legérdekesebb dolog, ami változott az életembe? Amióta őt ismerem, és amióta ő vele vagyok, nekem meg kellett szoknom, le kellett mondanom nagyon sokat az olasz temperamentumomról, mert zavarja. A kiabálás. Az, hogy mondom, az, hogy, és nekem szükséges. Vezetés közben tudjátok, mit művel? Kiadni belőlem. Az olasz virtus. Ki kell adnom, ezért keresek olaszokat, amire tudok, egyszer-egyszer hetente dumálni. Jó, kikiabáljátok magatokat. Bráva! És a másik az, hogy megtudtam, hogy az olasz temperamentum és a magyar nyelv nem állnak jól egymáshoz. Uh-huh. Mert úgy nő ki, hogy nagyképű, megmondó, veszekedős, agresszív, mindenki jön. Közben nem igaz. Közben csak mondom azt, hogy mit tettél ma? Érted? Emeled a hangot, érted? Emeled a hangot, és ezt a hangot irritálja az ember. Hogyan vissza a gyereknevelésbe? Tehát, hogyha így hirtelen rászól a gyerkőcre, akkor ő azért összerezzen? Vagy azt hiszi, hogy apa szigorú? Vagy ilyenkor de ez... nagyon ritkán volt, hogy megemelte a hangját. Tehát, hogy eddig szerintem három alkalommal, ami... Hát ő a jó zsaru. Amúgy ő a jó zsaru. És a gyerekekhez te olaszul beszélsz? Vagy próbálok, próbáljátok? Minél többet. Uh-huh. A gyerek egyedül szokott olaszul beszélni, meg halandzsázik. Ő tudja nagyon jól, hogy én magyarul beszélek. Szóval innétől kezdve ő elvárja. De én sokszor olaszul beszél, vagy olasz tévét rakok arra, hogy egyáltalán hallja az olaszt. Ez majd jönni fog. Most ez a biztonságos kommunikációra való nyelv, az most a magyar. Menjen magyarul. Szóval engem nem baj, ha jobban fog beszélni magyarul, mint olaszul, mert ezeket mindig ilyen borzasztóan rákényszerítünk egy gyereke olyan dolgokra, amit szerintem utána az élet meg fog oldani magától. Most mindenki az angolt tanítja, szóval minek az olasz, érted? Arra, hogy sármos legyen, így is sármos lesz, szóval. Apjára hasonlít. Egyértelmű, hát két ilyen genetikájú szülőtől csak ez lehet egyébként is. Meg a habitusa is. A habitus meg aztán főleg. Nem mondom, hogy 10 év múlva beszéljünk újra, de az egy nagy ugrás lesz, amikor a gyerekek majd iskolába mennek, és jön a tinédzser kor, akkor is nagyon várunk benneteket vissza. Képzeld, hogy ennyi gyerek, hogy csak úgy sodródtunk a szára. Repül az idő. És veletek is, viszont tök jó volt, hogy itt voltatok. És nagyon-nagyon sok boldogságot kívánunk nektek így közösen. Éljetek az életet, éljetek a mindennapokat. Köszi, hogy jöttek. Vite Bella, köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük.